Szász János, a Hedda Gabler rendezője már augusztusban elkezdte a darab olvasó próbáit, de egészségügyi problémái miatt a bemutatót a következő szeptemberi évadra tették át. Helyettes Langer András rendezésében Ágata Kriszti az Egérfogó című előadását láthatják majd a nézők október 17-én. A Móricz Zsigmond színház igazgatója a Veres színházban már színpadra állította a darabot, amely több díjat is nyert. Az az előadás nagyon eljutott a közönséghez eszéhez, szívéhez, ez a mániám lelkéhez, és azt gondoltam, hogy ilyenkor ez az a kivételes helyzet, amikor elő lehet venni valamit a tartsajban, mert amúgy egy művész számára nem nagyon nagy kihívás azt megcsalni még egyszer. De itt nem az én személyes boldogságomról volt szó, hanem arról, hogy a Nyíregyházi Móricsikbon színháznak a bérlet kellett megmenteni. Az új előadás műfajlag részben hasonlít az eredeti tervben szereplőre. Egyrészt nagyon, másrészt meg nem nagyon. Ugye Ibzen drámája az egy ilyen pszichológiai, lélektani, szerelmi, szenvedés, erotikus házasság történet, Egy tragédia. És az a furcsaság, hogy az Agatha Christie persze krimi, amiben vannak pici is szellemes részek is, de a, ennek a tragédiának a mélyén egy nagyon mély és régi, 18 évvel ezelőtt családia, családi tragédia áll, ami a krimi, ahogy megy előre, lassan kifejtődik ennek a családnak a szintén halállal és szomorúsággal vegyes története, és mire megtudjuk, hogy ki a gyilkos, fejfetőd, felfejtődnek ennek a régi mélyélektronik történetnek is a szálai. Az Egérfogó című előadást 63 éve játszák, ezzel kiérdemelte a színház történelem leghosszabb ideje futó darabja címet.